Péter apostolnak közönséges második levele. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Második rész. Valának pedig hamis proféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván,
önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazságnak hirdetőjét, nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát, és ha Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságában való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik, vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. De ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni, megkapván gonoszságuk díját, mint akik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást, undokságok és fertelmek, akik kéjelegnek az ő családságukban, mikor együtt lakmároznak veletek, akiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek, elhitetik az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei. Akik elhagyván az egyenes utat, eltévejedtek, követvén Bálámnak, Bozor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért, egy igavonó néma állat emberi szóval szólván megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. Mert hiába valóság kevés szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévejgésben élőktől, szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái. Mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. Harmadik rész. Ez immár második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és a megtartónak általunk,
az apostolok által közölt parancsolatjáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fent az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.